A NAV munkatársai előveszik a gyakorló cigarettát a bőröndből, hogy azt valahol a sóstói erdőben elrejtsék. Ezt pár perc múlva Kodának kell megkeresnie. Őt tavaly elsőként képezték ki zöld határ ellenőrzési feladatokra. Érkezik is az alig 2 éves kan, aki egy kis szimatolás után hamar nyomra akad, és azonnal szeretné megfogni a zsákmányt. Még gazdája határozott utasítása szükséges, hogy széttépés helyett először hangadással jelezze, megtalálta a keresett anyagot. És valóban odarejtették el a korábban már lefoglalt ukrán cigarettát. A sikeres felderítés után pedig jöhet a jól megérdemelt játék a labdával. Kodát ezzel lehet a legkönnyebben motiválni, most már szépen játszik és szót fogad, de ez nem volt mindig így. Ő egy rettenetesen erős ösztönű kutya, és ugye amikor megszerezte a zsákmányt, ebbe az esetben a labdát, akkor tőle mind a mai napig nagyon nehéz megfosztani, nagyon birtokolja. És az elején az úgy nézett ki, hogy amikor sikerült tőle elvenni a labdát, akkor ő ott harapott meg engem, ahol ért. És ugye erről le kellett őt szoktatni, gyere ide, erről le kellett őt szoktatni, és tehát ez komoly nehézségeket okozott, hogy bizonyos feladatokat, elindul egy feladat, a feladat közben is kell ugye jutalmazni. És akkor sokáig megálltunk, mert nehéz volt tőle elvenni a labdát, nehéz volt tovább lépni, de most már az hál' Istennek sikerült orvosolni. A NAV-nál jelenleg 48 aktív kutya van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kirendeltségben pedig Kodán kívül még 12 kutya teljesít szolgálatot. A korábbi évekhez hasonlóan idén is közzétett egy felhívást a hivatal, hiszen újabb kereső és járőrkutyákkal bővítenék az állományt. A stratégia szerint 2025 végére elérik, hogy 65 kutya teljesítsen szolgálatot. A kiválasztási eljárásokat követően, ami tulajdonképpen egy 13 feladatsorból áll, azok a kutyák, akik kiválasztásra kerülnek és megbirkóznak az ott támasztott követelményekkel és feladatokkal, egy 24 hetes képzésen vesznek részt, ezt már Budapesten a kutyaképző központunkban. Itt a kutyának feladata az is, hogy megtalálja a hozzá közel álló kollégát, akivel együtt tud dolgozni, és ezeken a képzéseken megteremtjük azokat a lehetőségeket, amelyekkel egyébként a kutyák az adott szakterületen találkozni fog. Különböző képzést igényelnek azok a kutyák, akik mondjuk egy határon teljesítenek szolgálatot, mint például azok a kutyák, akik egy folyam ellenőrzésben például hajón kell szolgálatot teljesíteniük. Az ideális jelölt 10 és 36 hónap közötti életkorú kutya, amelynek jó zsákmányszerző és apportkészséggel kell rendelkeznie, jól szocializáltnak és egészségesnek kell lennie. Nem félhet a mélységben vagy magasban végzett feladatoktól, sem a lövésektől. A kutyavásár részletes kiírását a NAV honlapján találják meg az érdeklődők, a gazdik február 17-ig e-mailben küldhetnek ajánlatot a vásárra.